Én most egy termet szeretnék neked megmutatni. Ott ez az első, ez egy junior Európa bajnoki aranyérem. Nekem ez azért jelent nagyon sokat, mert egy olyan év után sikerült Európa bajnoki címet szereznem. Ugye a 2014-es év az nem úgy sikerült egész pontosan, ahogy évelején szerettük volna, meg ahogy indult is a szezon. Elég nagy csalódás ért ugye az ifjúsági olimpián, hogy idézőjelesen csak második lettem ott, de utána úgy gondolom, hogy egész jól talpra álltam, és egy olyan Európa-bajnokságon tudtam nyerni a juniorok között, ahol én voltam ugye a fiatalabb, tehát egy éve fiatalabb voltam, mint a többiek. Ez azért jelent igazából nagyon sokat, és szerintem ez közül ez a kedvenc érmem. Ez a következő, ez pedig egy junior világbajnoki aranyérem, amit Bydgoszczban tudtam elhódítani. És egyébként Bydgoszcz szerintem, hát alapból úgy indultunk oda, hogy ez egy nagyon jó hely a magyaroknak, hiszen ugye Krisztián is nyert már ott ifjúsági világbajnoki címet és 23-as Európa-bajnoki címet is. Nagyon jó kis helynek ígérkezett már akkor, és a következő évben, a következő érmet is sikerült Bydgoszczban elnyernem egy 23-as Európa-bajnoki aranyérmet. Azt tudom mondani, hogy Bydgoszcz az nagyon jól sikerül eddig. Az első világbajnokságom az Londonban volt, a felnőtt világbajnokságom. Ott még 11. lettem a döntőben, és egy évre rá ezt az érmet, tehát annyit tudtam előre lépni, hogy már a dobogóra is fel tudtam állni. Ez azért kedves számomra, hiszen ugye az első felnőtt Európa-bajnokságom is egyből egy bronzéremmel tudtam hazatérni. Ráadásul én úgy gondolom, hogy az Európa-bajnokság az legalább olyan erős, mint a világbajnokság. Ezt az érmet ezt tényleg nagyon szeretem, sokszor ránézek, és ebből is merítek erőt. Hát a világbajnokság az pedig, a világbajnoki érmem az pedig egy csodálatos érzés volt igazából az egész versenyen részt venni. Én úgy gondolom, hogy akkor ugye 22 évesen, 23 évesen ez egy elég nagy teljesítménynek számított tőlem, szóval ennek pedig ez az oldala, ami inkább feldob.